Amit ki kell verekedni, ez a nyelv. Kalász Márton esetében a magyar nyelv költői erejével szólni, emberként az emberekhez, mert a költészetből ki erőt, vigaszt, irányadó válaszokat kaphat, akár az egész országot érintő kérdésekben is. Tehát nem véletlen, hogy egy későbbi versében így fogalmazott, hol a hazám, ahová a verseim jól készülnek, hogy héjukban ide-haza érzem magam. Így emlékezett meg Kalász Orsolya édesapjáról a költészet napján. A Gárdonyi Géza emlékház falán található irodalmi relífek sorába került Kalász Márton emléktáblája is. A Fejér megyéhez és Fejérvárhoz több szállal is kötődő, nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas egykori költőről El Simon László is megemlékezett. A Velencei Tavi Kistérségért Alapítvány alapítója szerint Kalász Márton egész életével jól példázza azt, hogy a legjobb magyarok a svábok, hiszen a ki nem telepített svábok olyan mélyen ragaszkodtak a nemzeti közösséghez és a hagyományokhoz, mint nagyon kevesen a magyarság soraiban. Fogalmazott El Simon László. Bizony azok a svábok, akiket végül is nem telepítettek ki, itt maradtak, adott esetben kisiskolás korukban tanulták meg a magyar nyelvet, olyan mélyen ragaszkodtak ez a nemzeti közösséghez és a nemzeti hagyományhoz, ahogyan bizony nagyon-nagyon kevesen teszik ezt. Kalász Márton a szó legjobb értelmében magyar költő volt, vagy a kifejezés legjobb értelmében magyar költő volt, méghozzá nem is akármilyen. Az emléktáblát Szent Mátoni János avatta fel, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára felelevenítette első találkozásukat, mikor Kalász Stuttgartból tért vissza Magyarországra. Mint Szent Mátoni János hangsúlyozta, Kalász Mártonon érződött az emberi humánum mélysége. Kalász közel engedte magához a fiatal költőket is. Lírája kitartásra és alázatra nevelt. Kalász Márton a Magyar Író Szövetségnek 6 éven keresztül volt vezetője, az egyik legviharosabb időszakban. Költészetében gondolat, kép és hangulat egyetlen minőségé állt össze. Műveiben évszázadokat volt képes összerántani egyetlen pillanattá, fogalmazott avató beszédében a helyettes államtitkár. Úgy gondolom, ahogyan verseiben hazára lelt ebben az országban és ebben a drága anyanyelvben, emlékét olyan méltón örökíti meg és hirdeti a most a Magyar Költészet napján felavatásra kerülő emléktábla itt az Agárdi Pantheon sorában, Gárdonyi szülőházának falán, ahol Fejér megyéhez is kötődő kiválóságok portréi erősítenek mindnyájunkat abban a hitben, hogy egy költő, egy író addig él, ameddig olvassák. Kalász Márton emléktáblája a Velencei Tavi Kistérségért Alapítvány és Gárdony önkormányzata jóvoltából készülhetett el. Az alkotást Barát Fábián szobrászművész készítette.